Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntelek titeket. Mi azért tartjuk fontosnak, hogy minden évben mindig más helyen, mindig el tudjunk büszkélkedni azzal, hogy mit hoztunk létre, hiszen ezt a tudást, amit itt kipróbáltunk és bevált, és tudjuk, hogy működik, ezt szeretnénk nektek átadni. Ezért tartjuk ezt a szakmai napot. Ma négy ugye különböző állomást hozunk létre, a Pünköstfürdő parkot bemutatjuk nektek. Amellett, hogy számtalan újítást alkalmazunk itt, hogy 28 ezer négyzetméteren őshonos évelő magkeveréket alkalmazunk, ami nyilván a tavalyi évben nagyon nagy kihívás volt, és ugye több olyan cikket is mondjuk lehetett olvasni, ami azt mutatta, hogy nem igazán működik. Most ugye azt látjátok, hogy amúgy lekaszáltuk, úgyhogy kicsit szerencsétlen helyzetben vagyunk, mert tavaly megsültünk és 40 fok volt a Gellért-hegyen. Most időben egy kicsit kifutottunk, de ugyanakkor a területek jól láthatók, megkülönböztethetők. A másik, hogy például a közösségi komposztáló, amit működik, vagy 32 darab rovarhotet lehet megszámolni, vagy számtalan olyan kis úton lehet keresztül menni, ami bemutatja például a Dunában élő halakat, hogy milyen halfajták vannak, a növényeket, a gyümölcsöskert, amit elsőnek itt ültettünk el 75 darabot, ott is olvashatjátok, hogy hogy kell oltani, szemzést végrehajtani, vagy éppen hogy kell befőzni a befőttet, vagy lekvát készíteni. Szóval mind olyan dolog, amivel edukálni szeretnénk, hiszen létrehozunk valamit, egy kész terméket, és utána a lakosság eldönti, hogy ez jó vagy nem. Ebből ugye tanultunk, és mielőtt belevágtunk ebbe a projektben, több ugye társadalmi egyeztetést hajtottunk itt végre. Sok olyan kollégám van itt, aki tényleg estében vagy esőben túlnyúlóan voltunk itt, és kikértük a lakosság véleményét, és ezért tud egy sikeres projekt lenni, hiszen akik itt laknak és kilátogatnak, tőlük nem érkezik semmifajta negatív kritika, hogy mondjuk a sportpálya miért a házuk előtt van, mert ők el tudták mondani, hogy ne oda kerüljön, és akkor át lett tervező, és arrébb kerül. Szóval a sikertitka az, hogy mindig be kell vonni a lakosságot, ki kell kérni az ő véleményüket, a mostani kisebb projekteknél is ezért felelünk, hogy ez minden esetben megtörténjen. És a másik sikertitka az, hogy egyrészt belefolyunk a folyamatokba, a kivitelezésnél is. Nyilván nem rendelkezünk építőipari tevékenységgel, ezért itt dolgoztak a vállalkozók, de a növények, amik itt vannak, a saját termesztőtelepünkön termesztettük meg, a saját kollégáink ültették el, illetve a fenntartást is mi végezzük, a fenntartási részleg. Szóval ha ezt össze kell foglalni, akkor tényleg a kiindulási alaptól, hogy megkérdezzük, hogy mit szeretnének, és utána a mai napig a fenntartásig ezt nyomon tudjuk követni, akkor tudjuk azt mondani, hogy ez tényleg egy sikeres projekt. Ha hibázunk, azt is el kell mondani. Ez is egy tanulási folyamat, hogy például mikor kell elvetni az évelő magkeveréket. Néha bele kell állni, és el kell mondani akár a nagy politikának, hogy ez ebben a hónapban nem lehetséges. De pont ez a mi küldetésünk, ez a mi szakmai feladatunk, hogy tudjunk kiállni magunkért. Ahogy ebbe a parkba beleálltunk a legelejétől kezdve, most ezzel szeretnénk nektek elbüszkélkedni. Sok kisebb projekt fut most, mint például a Szent István Parknak a felújítása, a Mester utca, vagy éppen a Hajógyári szigetnek a tervezése, a komplett rakpart a pesti oldalon a tervezése. Szóval mi készülünk, tervezünk a jövőre, és gondolunk, hogy miket tudunk megvalósítani, és hogyha rendelkezésre áll a forrás, akkor remélem jövőre is egy új helyszínen tudunk találkozni, és azzal is el tudunk büszkélkedni. És egy fontos hír, két héttel ezelőtt a Pünköstfürdő Park megnyerte a legzöldebb európai díjat, a nemzetközit, és bekerült a döntőbe, úgyhogy október végén várható, hogy a 13 nevező város vagy ország közül hanyadik helyen fogunk végezni, de a Magyarország itt megnyerte a Pünköstfürdő Park. Ez egy elismerés mind a tervezésnek, mind a kivitelezésnek, mind a főkertnek, meg a BKM-nek, a városházának, hogy igenis jót alkottunk. Úgyhogy a mai napon mindenki érezze jól magát. Még egyszer köszönöm, hogy itt vagytok. Az állomásokon minden kolléga rendelkezésre áll. Kérdezzetek bátran, tényleg őszintén fogunk válaszolni. Erősségek, gyengeségek, ezekben már kiválóak vagyunk. Úgyhogy mindenkinek szép napot, remélem nem fog esni az eső. Köszönöm szépen. Ő az, akihez nem tartozik semmi, mert ő egy úgynevezett vörös vércse költő ládában ragadozó madár költ, és ilyen is van kint
a városban sok helyen, és sikerrel is használják a vércsék. Magyarország legnagyobb vércse populációja egy településen belül, Budapesten van körülbelül 100 pár, ami ez egy elég jelentős dolog. Hát a park különlegessége, hogy hosszan fut végig a Dunaparton, és rengeteg funkció van benne. Ugye András is említette, de majd még beszélünk is róla, hogy játszótértől kezdve a köztéri gyümölcsösön át, pingpongasztalok, petangpályák, vannak köztéri komposztálók, tehát nagyon sok funkciós terület is van, piknikező rész, és mindenhol az általam is nagyon-nagyon szeretett évelők, és különösen a szárazságtűlő évelők sorakoznak, és ezek a díszhüvek is ugye egész szezonban, egész télen is remekül mutatnak, úgyhogy nem is szabad ugye össze-visszavágni. Az elmúlt videókban én is említettem, hogy ősszel nem vágunk vissza semmit, hagyjuk, hogy télen is díszítsenek az elszáradt magtokokkal, levelekkel, és tavasszal pedig újra kihajtanak, majd szépen ugye vissza kell vágni, és akkor szépen újra hajtanak, és évekig, évtizedekig tudják díszíteni az ágyásokat. Ilyen kis szuper információs táblák is segítenek, akár gyerekeknek, felnőtteknek, és hát íme az első köztéri hatalmas gyümölcsös, és nagyon jól vizsgáztunk, szerencsére nem lettek letörve, kitörve, de a szüretelés persze megoldották a helyiek, de hát ez ezért is van, tehát a birsalmát, szilvát, körtét le lehet szedni életten a helyieknek, vagy a parkba látogatóknak. A szuper kis köztéri komposztáló is, hogyha remekül működik, persze van egy komposztmester, aki felügyeli, hogy mit lehet beletenni, az esetleges rossz, nem belevaló szemetet, ezt azt azért belekerülni, ha azokat eltávolítják, tehát odafigyelnek a komposzt minőségre, és itt helyben vissza is forgatódik egyből, mint ahogy az én kertemben is, ugyan én nem komposztálok külön, de egyből visszakerül az ágyásokba, és hát pingpongasztal is van. Szeretettel köszöntöm a következő csapatot is, ami állomásunkon. Én egy kicsit az évelőkről fogok beszélni, így a Pünköst fürdőpark vonatkozásában, amiről végtelen sokat tudunk nyilván beszélni, de most be vagyok időkorlátba szorítva. Az évelők kapcsán azt tudom elmondani, hogy nagyon kevés olyan park van, ami eddig megépült, főleg Budapesten, ahol azt lehet mondani, mint itt, hogy nagyobb területen vannak az évelők, mint a nyírod gyep. És ez nagyon ritka kombináció. Itt is sokféle módon oldottuk ezt meg, hogy rengeteg az évelő. Egyrészt vannak vetett, nagyvetett évelő felületek, makkeverékekkel, közötte iniciált évelőkkel, meg hagymásokkal, és ezeket különleges technológiával valósítottuk meg, mert hidrovetéssel kerültek a helyükre ezek a magok, és elég, tehát hatékony volt a kivitelezés, és nagyon szépen keltek ki. Különböző magkeverékek ezek, mindegyik valamilyen honos társulást idéz meg. Hát legyen néhány nyári kép, milyen csodálatos is volt itt a Pünkösfürdő Park. Ugye tel is tele fantasztikus évelőkkel, egy pár csak így felsorolásképpen aszterek, ugye csillagőszi rózsák, echinopszok, szamárkórók, gaurák, gyertyavirágok, zsályák, perszikária, keserű füfélék, szangói szorbák, Verbena bonariensis az én nagy kedvencem, Veronica astrum, virginiai Veronica, tehát rengeteg fűfélék, a nádtippanok, a miszkantuszok, virágos nádak, panikumok, vesszőskölesek sorakoznak végig, de hát tavaszi hagymások is vannak, főleg botanikai tulipánok, tehát mikor tavasszal ezek vissza lesznek vágva, akkor ott pihennek és várnak a tulipa szilvesztriszek, tulipa turkesztánikák, tulipa tárdák, tehát szkillák, úgyhogy sok-sok növény, de íme a lista, hogy aki szeretné, ebből kijegyzetelheti. Köszöntelek benneteket! Egy számomra nagyon ismert parkba vagyok, de András meghívott egy szakmai átadóra, hiszen én nagyon sokat futottam itt, és én már nézegettem ezt jó párszor, ezt a gyönyörű parkot, hiszen észrevettem a gyönyörű díszhüveket, évelőket, de most van a szakmai átadó nap, vagy nem tudom, hogy jól fogalmazok-e. Hát egy éves szakmai napot tartunk itt, ahol elhívjuk a kertész kollégákat, ahogy téged is, hiszen te is ebben napra kész vagy, és sok információt adsz a lakosság számára. Mi pedig ide a kertész szakmát hívtuk meg, hogy bemutassuk a Pünkösfürdő parkot. 4 állomást állítottunk föl, és ugye itt mutatjuk be, hogy pontosan mit miért csináltunk, illetve az eredményekkel el tudjunk büszkélkedni, hogy a jó példát, a jó növényalkalmazást, a kiültetéseket vigyék a kollégák tovább, és ők is tudjanak ilyen kiültetéseket csinálni. Illetve nem véletlenül állunk itt egy gyönyörű díszhüves ágyásban, ami aszterek vannak, de hát Bíró Bori elmesélte, hogy itt azért vannak tavasszal botanikai tulipánok, nyáron zsályák, egyebek, tehát itt is ez a
egész éves díszágyások vannak, és örömmel hallottam, hogy itt most több az évelő ágyás, mint a vágott fűfelület. Ez így van, ezt ugye látjuk is azért a hátunk mögött, ahol már ugye az évelők ott lelettek írva, az a vetett évelők, de 28 000 négyzetméteren van saját hazai forrásból származó magkeverék, évelő magkeverék. Úgyhogy ez fontos, hogy nem külföldi, hanem hazai gyűjtésből származik. És ugye ez is gyakori tévhit, hogy hát egy évelő ágyást, vagy akár egy nyári virágzó mezőt nem kell sosem levágni, bizony azért egyszer, legalább egyszer le kell vágni, és akár hagyni elszórni a magokat. Itt most éppen ez történt, de aki nyáron erre járt, az egy gyönyörű virágos mezőt láthatott. Így van, hál' Istennek, tényleg ebbe az évbe kedvező volt az időjárási feltételek. Igen, most elkapott minket egy eső, de ennek örültünk, hiszen a kertész örül az esőnek, hiszen a növények akkor jól járnak. Így van, és itt az évelő növények, a kiültetettek, a konténeresek, azokat pedig a saját termesztőtelepünkön neveltük meg, úgyhogy ez is fontos, hogy az is maximálisan hazai saját nevelés. Meg hát én nagyon örülök, mikor járom a város, Budapestet is, bár kicsit most már hanyagolom, de majd többet jövök, de ugye régen laktam bent, és akkor 15-20 éve még azért főleg az egynyárik voltak túlsúlyban, és most egyre több évelőágyás látok, ami azért is jobb, mert egész évben szép, sokkal olcsóbb, sőt, hát első körben kicsit drágább, bár saját termelésből azért olcsó a kialakítás, de a fenntartása később sokkal-sokkal olcsóbb. Hát igen, meg ugye az éveken keresztül ott van az a növény, úgyhogy azt is vegyük, hogy az egy nyárit ki kell dobni, el kell vinni, el kell szállítani, utána a helyére megint ültetni kell, és ez nem csak költség, hanem emberi tényező is, meg ráfordítás, meg ökológiai túlterhelés. Úgyhogy maximálisan az évelő felé megyünk, meg új ágyásokat is kialakítunk. Szóval ez is fontos, hogy például a jövő héten a március 15-e téren az út és a bicikli út közé kialakítunk egy új évelő ágyast, ahol korábban csak egy letaposott felület volt. Úgyhogy ebben is muszáj gondolkozni és újakat tervezni. Meg hát az András úton járt a nyáron, látta azt a gyönyörű macskamentás kis sávot, mert hát említettétek, hogy a Szent István Park is most felújítás alatt. Igen, ott is most ugye több évelő növényt ültettünk, az egy mély árnyéki terület, nyilván ahhoz megfelelően ültettük ki a növényeket, vagy a Mester utcában a növénykazettáknak a kialakítása. Most folyik éppen azt is visszazöldítjük, úgyhogy vannak ilyen apró projektjeink is. Meg hát itt is nem csak egy díszpark van, hanem egy oktató sétány is. Tehát láttam azért rovarhoteleket, információs táblákat, de vannak sporteszközök is. Meg hát van egy gyümölcsös, nem is láttam még közbarban gyümölcsöst. Így van, ez abszolút 75 darab gyümölcsfát ültettünk, ezek is ugye hazai, őshonosok, rezisztensek, ki vannak írva a fajták, vagy éppen az oltás, lehet vagy a lekvár főzés, igen, lehet tanulni. Rovarhotelek 32 darab van kihelyezve. Madárodúk 20 darab, közösségi komposztáló, ami szintén fontos, abból van 4 darab ilyen láda kihelyezve, illetve tényleg olyan sétautak vannak, ami edukáló jelleggel vannak oszlopok kihelyezve, ahol mindenki tud tanulni, kisgyerektől felnőttig. És jól is néznek ki, nem mellesleg. Igen, ezek. Úgyhogy tényleg én is azért ismertem, mert itt futok gyakran, úgyhogy nagyon köszönjük. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél. És érdemes eljönni tényleg, mert maga az évelőágyások is, akár télen is nagyon gyönyörűek, a díszüveg, meg hát nagyon jól lehet sétálni, itt a Duna közvetlen mellettünk, vannak jó kis bárok, itt a római part. Igen, kutyások is jöhetnek, mert van agility pálya a legvégén, meg esőkert, amit tényleg elfelejtettem. Betonpálya is van, röplabdapálya is van, foci, kosár, igen, van. Lát, mondjam valaki, sütögető, piknik tér fönt, úgyhogy lehet szalonnát sütni nyáron, úgyhogy abszolút tényleg közösségteremtő. Igen, látom, hogy használják is, most esett az eső, de mégis rajtunk kívül is azért itt futkosnak, bicikliznek, használják a sportpályát, a gyerekek a játszóteret, abszolút működik él, a dolog. Él a park. Szóval nagyon köszönöm, és gratulálok.